csaliznak, majd paritjával etetnek a kisvárdai tűzoltók, miközben a tó másik oldalán már egy közel 7 kilós pontyot fárasztanak az ibrányi versenyzők. A szákolást követően lemérik a halakat a versenybírák, és ezután vissza is engedik azokat a Vasmegyeri Horgásztóba, amely első alkalommal adott helyet az egyenruhások versenyének. Több egyeztetés után alakult ki, hogy ez egy kéklámpás verseny legyen, és több megyének a tűzoltó, katasztrófavédelem, rendőrség, illetve nem tudom, milyen szervek vannak még itt? 26 csapattal képviselik magukat. Úgy látom jó a hangulat, tehát fogják a halakat. Mi szeretnénk ennek hagyományt teremteni. Ez most jelen pillanatban 24 órás, de jövőre már 48 órás versenyről beszélgetünk. Összesen több mint 450 mázsa, átlagosan 7-8 kilós pontyokat telepítettek a tóba az elmúlt időszakban, ahol tokhal, koi ponty és harcsa is akad bőven. A kéklámpás versenyen bojlis horgászok indultak, összesen 56-an neveztek az egésznapos megmérettetésre, amely idén a harmadik a sorban. Mi egyházán dolgozunk, a tűzoltóság szabolcs már berem megyi katasztrófa igazgatóságnál érkeztek négy megyéből a versenyre, ez a verseny már harmadik versenyünk. 24 órás a horgászverseny, ma kezdtünk, holnap reggel végzünk. Hál' Istennek a tautulajjal jutányos áron megkaptuk a tavat, hogy ennyi csapatot tudjon fogadni. A verseny végén díjakat nyerhet az első három helyezett, a legnagyobb haladfogó csapat, és mivel a Tóban a különlegességnek számító koiponyból is található bőven, ezért az első ilyen haladfogó is külön díjban részesül.